Üdvözlöm a kedves nézőinket! A mai videósorozatunknak a következő részében Bolla Mariannát szeretném bemutatni. Statisztikával foglalkozik jelenleg a BME-n, és pár érdekes kérdéssel készültem számára, ahol többek között beszélni fog az életútjáról és a jelenlegi kutatási területeiről is. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatóságot, és mindenek előtt köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy beszélhetek. Mi köszönjük, hogy eljött. Lenne is egy kérdésem már a legelején. 1978-ban végzett az ELTE matematika szakán, és ezzel kapcsolatban felvetődik az emberben a kérdés, hogy a mai napig sok emberben szorongást vált ki a matematika, mint tudományág. Ön mégis az egész életét ennek szentelte, ezért szeretném megkérdezni, hogy mi a motivációja, illetve mi volt az oka annak, hogy végül matematikával kezdett el foglalkozni? Én is most gondolkoztam el igazából ezzel, miért lettem matematikus. Én azt nem tudnám elmondani, hogy kora gyermekkorom óta csak a matematika érdekel. Mint például a C.R.O. életrajzában szerepel, hogy ő már 4 éves korában villámgyorsan fejbe össze tudott szorozni számokat 16-16-ig. Én ezt nem mondhatnám el, hogy csak a számok érdekeltek volna. Sok minden érdekelt kezdetben, és igazából ez olyan 10 éves korom körül, tehát felső tagozatban, amikor volt matek szakkör, akkor kezdtem el igazából érdeklődni. Nem is a számok, hanem megoldatlan problémák, szöveges feladatok voltak, amik érdekeltek, és amiben tudtam valami sikert elérni. Alsó tagozatos koromban én inkább humán érdeklődési voltam, tehát irodalom érdekelt, nagyon szerettem a verseket, és nagyon gyorsan meg tudtam tanulni verseket. Tehát sokszor volt, hogy voltak iskolai ünnepségek, és akkor előző nap odaadtak egy verset, mert tudták, hogy én egy-két olvasásra megtanulom, de sajnos ezt a képességemet elvesztettem. Most is elég jól emlékszem dolgokra, de nem. Én egy vidéki, dunántúli kisvárosba, Zircen nőttem fel, és volt ott egy Nádasdy grófnő, aki balettórákat tartott, és én azt nagyon szerettem csinálni, egész addig, amíg ők nem diszidáltak. Később ez visszatért az életembe, de csak egy hobbi szinten. Most a járvány előtt is jártam balettórákra, de csak olyan szinten, hogy ne felejtsem el, és már most szervezik, hogy szeptemberben újra indulnak ezek. Igazából a felmenőim között is inkább humán érdeklődésűek voltak, tehát volt jogász, orvos, tanár, de humán vonalon. Volt egy nagynéném, akinek a férje villamosmérnök volt, na tőle hallottam számítógépekről, meg egyszer ajándékozott nekem egy logarlicet, és az nekem nagyon tetszett, szóval gyorsan össze tudtam szorozni számokat, és érdekelt az elve is, és akkor azt így meg is értettem. Ez is ilyen 10 éves korom körül lehetett. És mondom, felső tagozatban volt két nagyon jó matek tanár, és ők nagyon hamar bevontak engem a ottani matematika szakkörbe, ahol 5.-8. voltak diákok, tehát különböző nehézségű feladatok voltak, nem is tudtam mindig mindent megoldani, de szerettem erről beszélgetni ott a többiekkel, különösen idősebbekkel, hogy egyáltalán hogyan lehet rájönni ezeknek a megoldására. Tehát szerettem utána járni dolgoknak, például vettem szakkörű feladatgyűjteményeket magamnak, beleolvastam könyvekbe. Tehát világos volt számomra, hogy nagyon sokat kell tanulni ahhoz, hogy én tényleg mindenben jó lehessek. Egyébként érdekességképpen, amikor én felső tagozatban jártam ott a matek szakkörökre, ugyanabban az iskolában alsó tagozatos volt a Frany Tamás, aki most az akadémia elnöke. Tehát, hogy nem lehetett az egy annyira rossz iskola. És a környezete, illetve a tanárai észrevették azt, hogy
ön kimagaslóan érdeklődik a matematika iránt, és segítették ebben? Segítettek. Mondom, felső tagozatban a szakkör kapcsán ez nekem nagy segítség volt, és nem csak szakkör volt, hanem voltak felső tagozatban versenyek is. Ja, a Freud Tamás csak azért említettem, hogy ebben az iskolában tanult, de én nem ismertem őt, ugye hát alsó tagozatosakat nem ismertem, inkább tanácsokat kérni. Egyedül volt még a Galambos János, hát egy ismert matematikus, most már Amerikában van a Temple University-n, ő szintén abban az iskolában járt, ő viszont idősebb volt nálam, körülbelül 10 évvel, és amikor én matek szakkörökbe jártam ott, akkor ő már a ELTE matematikus szakán tanult, de néha visszalátogatott a szakkörbe, és tőle hallottam először azt, hogy lehet elméleti matematikát tanulni az ELTE-n, az nekem nagyon tetszett, sőt, beszélt Turán Párról, Rényi Alfvérről, hogy milyen érdekes előadásokat tartanak. Hát Turán Pár még engem is tanított első évben, de sajnos Rényi Alfvérot már nem ismerhettem. Esetleg ebből az időszakból, amikor még középiskolás volt, és úgy kellett, vagy úgy döntött, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen folytatja a tanulmányait. Emlékszik egy olyan tételre, vagy matematikai állításra, ami ténylegesen nagyon megfogta abban az időben? Hát valószínűségszámítással kapcsolatos dolgok érdekeltek, de még az általános iskolába visszatérve, tehát hogy még akkor is az nem volt teljesen egyértelmű, hogy én matematikus szeretnék lenni. Mondom, hallottam arról, hogy lehet az ELTE-n elméleti matematikát tanulni, és az egy nagyon klassz dolog, de más is érdekelt, és igazából szóval rájöttem arra, hogy nem csak az számít, hogy engem mi érdekel, hanem hogy mire van kereslet, és egyáltalán mibe tudok mondjuk megyei szinten jó lenni. És akkor voltak hát ezek a iskolai, aztán megyei tanulmányi versenyek, és akkor én még mentem megyei versenyre orosz nyelvből, meg azt hiszem versmondásból is, de azokban csak ilyen középmezőnyben végeztem. És egyedül a matematika volt az, ahol első-második helyzet tudtam lenni, tehát rá kellett jönnöm, hogy mégiscsak ez az, amit én hivatásnak tudnék választani, mert azzal tudok másokat is segíteni. Tehát például szerettem megmagyarázni. Voltak, hát elég gyenge diákok is voltak matematikából, valami miatt az egy ilyen mínusnak számított. És én szerettem elmagyarázni, sőt volt olyan, hogy korrepetáltam is diákot, tehát hogy arra gondoltam, hogy ezt tudnám hivatásszerűen csinálni. A többiekben nem voltam kimagasva, jó, tehát akkor azokat inkább abba hagytam, és a matematikára koncentráltam, de még mindig nem annyira, mert a megyei versenynek az első két helyezettjét, akkor nyolcadikos voltam, azt hívták a Lovasiba. A Lovasi László szakgimnáziumban akkor indult matematika tagozat, és mi felvételi nélkül bekerülhettünk oda, és én nem mentem be, mert hát részben a család is úgy döntött, hogy én ne utazzak minden nap, mit tudom én, 20-30 kilométert oda-vissza, és akkor még én sem voltam teljesen ebben biztos, hogy matematikus akarok lenni. Ezt néha egy kicsit sajnálom is, de ugyanakkor az első, a másik hallgató bement a Lovasiba, ott tanult, és évfolyamtársam is lett, és ő mégse elméleti matematikát választott később. Na most azért a Lovasiba bejártam, mert gimnáziumban ott volt egy matematikus szaktábor is ebben az időben, valahogy általános iskola és gimnázium között a verseny kapcsán. Több hetet töltöttünk a Balatonon, és ott jöttek matematikusok Pestről, már nem emlékszem, hogy kik voltak, de ők foglalkoztak velünk, tehát módszeresen, tematikusan. Na, ők mondtak érdekes, megoldatlan problémákat, amire már nem emlékszem teljesen, de akkor látszott, hogy van még mit tenni ezen a területen. És akkor volt ez a szomorú
esemény is, hogy egyik, tehát váltották egymást, akik leutaztak Pestről, és egyikük mesélte, hogy akkor halt meg a Rényi Kató. Én Rényi Katóról nem is, tehát én nem tudtam, hogy ő a Rényi Alfrédről hallottam, Rényi Katóról nem. Kiderült, hogy neki is voltak eredményei, és sajnos következő télen meghalt a Rényi is, úgyhogy én őt személyesen nem ismerhettem. Ő egyébként a Raóval volt egyidős, és ugye a Raó még mindig él 100 évesen, sajnos ő pedig hát 50 éves se volt, mikor meghalt. És akkor gimnáziumban szintén volt két matek tanár, akik egyikük geometria szakkört vitt, a másikuk algebrát, de mondták nekem, hogy járhatnék a lovasiba is szakkörökre, tehát ott is szerveztek szakköröket, és akkor ez úgy volt, hogy minden héten, azt hiszem csütörtökön, már nagyon korán, délelőtt 11 körül elengedtek az iskolából, akkor beutaztam, mit tudom én, vonattal, busszal, és akkor az egész délutánt ott töltöttem. Tehát nem csak egy tanár több tanár is foglalkozott velünk, de ott egymással is beszélgethettünk. Tehát ha nem is volt ez ugyanaz, mint a fazekasnak ezek a legendás hírű tagozatos osztályai, de valahogy éreztem azt, hogy én szeretek másokkal együtt dolgozni. Egyedül nem is tudok mindent megoldani, de ez nekem nagyon inspiráló volt. Szóval én ott fölkészültem, vittem magammal könyveket, jegyzeteket, vittem lehetséges megoldásokat, amiket feladtak. Tehát gyakorlatilag majdnem úgy, mint most is, ahogy így bejövök ide az egyetem, és eltervezem, hogy most kivel mit fogok dolgozni. És hát ez így gimnázium végére alakult ki, hogy igen, én szeretnék a ELTÉ-re jönni, és hát ez szerencsére sikerült is. Most az első néhány év az egyetemen az elég nehéz volt, mert nagyon sok mindent tanultunk, tehát absztrakt geometriától elkezdve különböző területek, amik világos volt, hogy ezeket kell tudni, de azért még teljesen nem állt össze, hogy most ezek hogyan kapcsolódnak össze, stb. Voltak nagyon jó előadók, visszatok emlékezni például a Turán Párra, akkor a Hajnal András professzor, és én nagyon szerettem azt a módszerüket, hogy nekik volt tankönyvük, illetve ha nem is tankönyv, jegyzet volt, és azt ők mindig hozták magukkal. Nem azért, hogy abból tanítottak, hanem valahogy azt követték. Tehát, hogy mint egy ilyen történet felépítették a fél évnek az anyagát, minden órát azzal kezdték, hogy röviden átismételték, mi volt előző órán, és szóval ilyen izgalmas volt, hogy mi lesz a végkifejlet. Tehát akkor gondoltam, hát én nem gondoltam, hogy valaha professzor leszek, de gondoltam, hogy ha tanítani fogok, akkor ezt a módszert követném, és hát vannak is könyvek, amiket csináltunk kollégákkal, mert lehet, hogy ez már idejét múlt, de én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak a klasszikus módszere az, hogy legyen egy írott anyag, ami nem csak olyan, hogy képletek vannak bele zsufolva, hanem motivációtól elkezdve történeti háttér, és hogy azon végig lehessen menni, még akkor is, ha az ember esetleg elveszti a fonalat órá, hogy utána lehessen olvasni, és ilyen szempontból az ő előadásaik jók voltak. Sajnos voltak olyan órák is, ahol ilyen verkliszerűen ment ez, hogy definíció, tétel, bizonyítás, és írtunk, jegyzeteltünk, de nem volt hozzá írásos anyag. Illetve volt például a Szőkefalvi Résznek a funkcionál analízis könyve, de az valami miatt nem adták a kezünkbe. Lehet, hogy akkor még nem volt magyar fordítása, mert ők eredetileg franciául írták ezt a könyvet, de szerintem angol fordítása lehetett, és én azt később ismertem meg, és sajnálom, hogy ezt nem adták a kezünkbe. Sőt, tulajdonképpen még a Rényi könyvet azt én megvettem, de azt sem tanultuk végig, vagy nem aszerint haladtunk. Aztán volt még a Vince Istvánnak és az Arató Mátyás professzoroknak statisztika előadása. Ahhoz is voltak jegyzetek,
de kicsit gondoltam, hogy sok mindent kicsit körülményesen tanítottak. Tehát ezeknek nagyon szép leírása létezik ezeknek a módszereknek mátrixokkal, és sok mindent elemi számolásokkal és elemenkénti műveletekkel csináltak végig a táblán, és később láttam, hogy például a C.R. Rao könyve az nagyon modernnek számított ilyen szempontból, tehát ő mindent nagyon tömören mátrixokkal csinált, és a tőváltozó statisztika tanításában én is azt követem. És még nagyon jó gyakorlatvezetők is voltak, például Lavás László vezetett nekünk geometria gyakorlatot első fél évben, ugye akkor még ráfelméletet nem tanítottak, ő valahogy adjunktus volt akkor még csak a geometria tanszéken, előző évben volt ez, hogy ő Szegedre ment aztán egy hosszabb időre, de szerencsére nekünk vezetett geometria gyakorlatot. Na most sokszor volt, hogy egy gyakorlaton csak egy háromszöget szerkesztettünk meg, de ő kitárgyalta annak az összes vonatkozását, egyéb kombinatorika és egyéb problémák is előkerültek közben, szóval valahogy azt lehetett érezni, hogy nagyon okos, és tehát nagyon jól össze tud kapcsolni különböző területeket. Holott akkor még nem volt annyira híres, hát jó, ismertem, mert a kimibe tudósból, a tévéből, stb., de én nagyon szerettem az ő gyakorlatait. És volt még egy gyakorlat, a statisztika gyakorlat, ami érdekes volt. Azt a Tosnádi Gábor tartotta most akadémikus a Rényi Intézetben, és hát később ő lett a témavezetőm a szakdolgozatomban is, kisdoktori, meg kandidátusi dolgozatomnál is. Na most tanítás szempontjából nem tartom példaszerűnek, ugyanis ő tehát felvetett problémákat, adatokat adott, hogy dolgozzunk rajtuk, de nem volt egy általános felépítése az óráknak, viszont nagyon tetszett az, hogy hozott be cikkeket. Na, ő hozott olyan cikkeket, amik teljesen friss problémákkal, sőt, sokszor ilyen sejtésekkel, megoldatlan problémákkal foglalkoztak, és ezeket szétosztotta, és hát nem mindenki dolgozta fel, de engem érdekeltek ezek, és akkor ezt meg lehetett vele. És ezt a módszert próbálja ön is beépíteni a mindennapokban, amikor tanít? Hát én sajnos a mindennapokban nem tudom. Egyébként nem volt annyira sikeres a módszer, mert sokan nem tudták jól megtanulni így a tárgyat, de annak sikeres volt, aki tényleg hát doktoranduszokkal persze alkalmazom, vagy még master diákokkal. Igen, igen. Aki látom, hogy kimondottan érdeklődik, nem az órán, de külön adok neki cikket feldolgozni, különösen, hogyha a diplomamunkához használja. Tehát hogy kicsit előre szaladt ezzel a módszerrel, mert nem voltunk erre még egyértelműen érettek. De az nagyon jó volt, hogy adott cikkeket, sőt akkor engem érdekeltek a biológiai alkalmazások. És neki akkor volt egy közös projektje a Cejzel Endrével, vele született rendellenességek statisztikai vizsgálatáról, amiben a számítógépes részt azt a Stakiban csinálták. És azt hiszem véget ért már ez a kurzus, de szólt nekem a Tosnádi Gábor, hogy menjek el az intézetbe, illetve járjak el ezekre a szemináriumokra, amin ott volt a Cejzel Endre, meg a Stakiból későbbi kollégák, és akkor hát bejártam oda, és ennek kapcsán aztán adtak anyagokat olvasni. Sőt, az nekem az egy nagy élmény volt, hogy bejárhattam a Rényi Intézet könyvtárába. Valószínűleg ez most nyitottabb sokkal a Rényi Intézet, számtalan osztály, szemináriumok, stb. Nem, akkor ez kimondottan mint egy ilyen szentély volt, külön engedély kellett hozzá, hogy valaki beléphesse, használhassa a könyvtárot, de ez nekem nagyon tetszett. Szóval valahogy a könyvek azok mindig is vonzottak, és akkor volt egy nyár, amikor
gyakorlatonos tagiban voltam, ott volt az Uri utcában az akadémia első nagy számítógépe, akkor tanultam meg tulajdonképpen programozni, mert amit numerikus módszerekből tanultunk, az volt gyakorlati része, de az nagyon kevés volt. És párhuzamosan ott olvastam azokat a többváltó statisztika könyveket, amiket most is használok, többek között a Raúnak a könyvét. Hát ez nem megy, egy nyáron olvastam ki, mert akkor még angolul sem olvastam, de szóval hozzá kellett szokni egyáltalán, hogy rendszeresen én irodalmat olvasok. Tehát nem csak egy cikket, hanem könyveket végig nézek. És akkor így kerültem én a Sztakiba. Tehát akkor ez egy termék. Tehát vannak ilyen hogy miért választottam, hogy ide jövök, oda jövök. Igazából én sose választottam, tehát volt... Tehát oda hívtak, mert ott voltam nyári gyakorlaton, meg mondom, volt ez a szakmai kapcsolat, és én örültem neki. Ez egy akadémiai intézet volt, biomatematika csoporta az alkalmazott matematika főosztályon belül. Az alkalmazott matematika... A kérdésem az, hogy ezt a témavezetője adta fel ezeket a kérdéseket, amik közül lehetett választani, vagy már önmagától valamilyen ismeretterjesztő könyvön keresztül, vagy valahol értesült erről, hogy van egy ilyen problémakör, és így fogtál meg? Szerintem ez még előbb, így másod-harmadéves korunkban volt egy ilyen késztetés, hogy hát ugye mi elméleti matematikus szakon tanultunk, de hogy valami más tárgyakat is vegyünk fel. Tehát volt olyan, hogy átjártunk a bölcsiszkarra, vagy itt például hallgattam a Rózsa Páltól mátrixanalízist. Részben azért is, mert kollégiumban laktam, és ismertem olyan diákokat, akik biológiát tanultak, bölcsészeket ismertem, stb. És akkor így érdekeltek egymás tárgyai. És biológusoknál volt egy nagyon jó előadás sorozat, Juhász Nagy Pál tartotta. Ez tényleg tüneményes előadások voltak. Valaki mondta, lehet, hogy éppen a Turán Gyuri is járt oda, ő egy évvel fölöttem járt, vagy rajta keresztül egy, tehát néhányan átjártunk ezekre az előadásokra. Hát ott a múzeum körúton volt a biológusok előadás, és igazából akkor kezdett érdekelni. De az világos volt, hogy én biológiában nem tudok teljes mértékben beletanulni, de hogyha valamiféle hasznos alkalmazást tudunk csinálni, mint például az a Caesar-féle beleszületett rendellenességek vizsgálata, sőt, a Sztakiban dolgoztunk pszichológusoknak, és voltak különböző alkalmazások. Nem feltétlen orvosi, hanem akkoriban volt a Balaton eutrofizálódásának a megakadályozás, egy ilyen akadémiai célkitűzés. Tehát tényleg nagyon rossz volt a vízminőség, és hát mindenféle modellekkel írták le a különböző ilyen táplálék láncolatokat, és ezügyben mi lejártunk néha a Tihanyi Limnológiai Intézetbe, és már nem emlékszem pontosan, egy ecological modeling cikk született ebből kollégákkal. De szóval egy idő után felismertem azt, hogy azért az nem elég valahogy, ahogy tehát ezekben az alkalmazásokban mi igazából hát programozási feladatokat végeztünk, tehát ismert módszereket alkalmaztunk adatokra. Tehát hogy ennél valamivel többet szeretnék, esetleg új módszereket, annak a pontos elméleti megalapozását adni, vagy belásni magát abba a módszerbe. A Sztakiban az is nagyon szerencsés volt, hogy elég sokat tudtunk utazni, már ilyen rövidebb konferenciautak voltak, és így például ki tudtam menni évente Párizsba egy ilyen data analysis konferenciára, ami egy sorozat volt, és ott nagyon sokat tanultam, tehát új módszerek, mint a korrespondencia analízis például akkor jelent meg, akkori könyvekben még benne se volt, de
de azokat ott részletesen ismertették, és hát voltak konferencia kiadványok, tehát utána tudtam olvasni. Na most a Stagiba egy idő után megromlott a helyzet, szóval a 80-as évek közepén leépítések kezdődtek, tehát pont abban az időben, mikor most a Karinko Katalin mesélte a belekészült interjúba, hogy a Szegedi Akadémia Intézetben is leépítés volt, és hát ő így került el Amerikába. Egyébként a Karinko Katalinnal egy évben születtem, ő fél évvel idősebb, és hát még tényleg tele van tervekkel, de hát ő egy egészen más kategória, tehát ő tényleg nagyon jó, nagyon eltökélt, és hát ő egy Nobel-díjnak a várományosa. Akkor ez egy nehéz időszak volt ebben az időben egy matematikus, akademikusnak, aki ezen a pályán szeretett volna maradni? Nem ilyen hirtelen jött, mint ahogyan a Karinko Katalin mesélte, hogy leépítették. Nálunk nem jött ez ilyen gyorsan, csak a 80-as évek közepén elkezdték mondogatni, hogy nekünk több pénzt kellene szerezni, ezek az orvosi alkalmazások nem hoznak elég bevételt. Tehát arra ösztönöztek bennünket, hogy vagy valamilyen komolyabb ipari cégnek dolgozzunk, de ez valahogy nem volt igazán szervezett, mindig másik programrendszerbe kellett beletanulni. Ha valamiből született elméleti cikk, akkor miért nem írtunk több programot, ha programokat írtunk, akkor meg el. Tehát mindig változott a koncepció. Ebben az is szerepet játszott, hogy a Prékopa András, aki a főosztály vezetője volt, az gyakorlatilag hát átkerült Amerikába, a Rutgers Egyetemre is. Változtak a vezetők is, átszerveztek bennünket először, tehát a biomatematika csoportból statisztika osztály lettünk, de aztán beolvasztottak bennünket talán az operációkutatásba, tehát már nem emlékszem pontosan, de ez egy ilyen hosszú évekig húzódó folyamat volt, és valahogy már nem éreztem olyan jól magam. Igazából azt hiszem csak a 80-as, tehát 10 évig voltam azt, akiben a 80-as évek végén kerültem el onnan. Na most akkor én már aspiráns voltam, levelező aspiráns voltam a Rényi Alfréd kutatóintézetbe, épp a Tusnádinál, de ez csak egy ilyen, tehát csak ott volt a témavezetőm, igazából bejárhattam, de ezért én nem kaptam ösztöndíjat, azt hiszem, hogy éve, tehát azt akiban ugyanúgy dolgoztam eleinte, illetve a Stakiba követelmény is volt, tehát a Stakiba ahhoz, hogy én segédmunkatársból munkatárs legyek, kisdoktorit kellett írni, és ezt is igazából ők kezdeményezték, hogy kandidátusi fokozatot szerezzünk. Szóval ez egy ilyen hányatott időszak volt, akkor egy évet töltöttem, azt hiszem éppen a rendszerváltás körül az USA-ban a Rutgers Egyetemen, az nagyon hasznos volt számomra, mindjárt még erre kitérek, illetve hát volt egy állásom a Lipót mezőn. Ugyanis, tehát az Stakiból a 80-as évek végén, talán már 88-ban, igen, akkor számoltak fel végleg bennünket, és kicsit rosszul is esett, hogy igazából senki nem nagyon ajánlott nekem állással. Igazából ajánlottak, de olyat, ami tényleg így az érdeklődésembe vágott volna, olyat nem. És főleg azok nem, akiktől számítottam volna rá. De valaki odahívott a Lipótra, ami hát először nekem annyira nem tetszett, de aztán nagyon érdekes embereket ismertem meg. Ott dolgozott például a Bagdi Emőke, akkor a Halász Péter professzor, akinek alváskutatásai voltak. Tehát nagyon érdekes ilyen klinikai kutatásokba vontak be, és még közös cikkeket is írtunk. Tehát most a nagy doktorin kapcsán az akadémia, az MTA-nak, akik, tehát az MTA
karbantartói jöttek rá, hogy vannak nekem cikkeim a Clinical Neuroscience ilyen újságban, amikről nem is tudtam, de hát nyilván akkor nekem ebben nem is lehetett nagy szerepem, csak arról volt szó, hogy én valamilyen módszert alkalmaztam az ő adataikra. És akkor váratlanul szólt akitől nem is számítottam rá, hogy ő nekem hát egyetemi tanítást ajánl, a Székely Gábor, aki szintén vezetett nekem gyakorlatot egyetemen, és akkor néha találkoztunk is, talán szó volt róla, hogy igazából én szeretnék tanítani, vagy ő vetette fel, hogy ez. Én addig erre annyira nem gondoltam. Hát voltak, végül is a Lipóton tartottam ilyen statisztika tanfolyamokat, és azt hiszem volt egy vagy két fél év, hogy itt is ilyen óraadó voltam, de csak gyakorlatot tartottam építőmérnököknek, meg építészeknek. És ekkor merült fel, különösen, hogy kis gyerekem is volt, így a nyarak megoldatlanok voltak, hogy ez végül is jó lenne tanítani. És akkor ő hirtelen szólt, hogy hát nem volt státusz. Ő akkor tehát még nem volt matematikai intézet, ez a 90-es évek eleje volt, hanem az építőmérnöki kar matematika tanszékének volt ő a tanszék vezetője. És szólt, hogy ugyan státusz nincsen, de van munka, mert ő egy könyvet szerkesztett a Halmos Pállal együtt a Svejcer versenyek feladatainak a fordítását szervezte, kötetbe 30 év feladatait. Éppen most van róla szó, hogy ezt megismételjük a következő 30 évvel, és hogy ahhoz kapcsolódik, nem tudom, OTKA vagy valami pályázati pénz, tehát hogy tulajdonképpen tud nekem itt egy rövid időre fizetést biztosítani, és akkor majd csak elintéződik, hogy lesz státusz is. És akkor tényleg valahogy a lett státusz, hát akkor védtem meg a kandidátusi értekezésemet, de hát csak tanársegéd lehettem először, de hamarosan adjunktusnak neveztek ki, és docens az meg 2000-ben lettem. Tehát végül is elég gyorsan. És 1996-ban, amikor létrejött a Matematika Intézet itt a Műszaki Egyetem falain belül, akkor segítkezett benne, hogy ez létrejöjjön? Részt vett a szervezésében? Hát én nem voltam egy nagy ember, de ezt még a Székely Gábor is, tehát aki tanszékvezető volt. Na most ő éppen akkoriban ment ki, ő is Amerikába, tehát 95-ben, de 96-ban még hazajött. Tehát ő lett a sztolasztika tanszéknek az első tanszékvezetője. És aztán egy-két év múlva jött a Tóth Bálint. Szóval ezt még a Székely Gábor elkezdte szervezni, és voltak tanácskozások Györfi Lászlóval, Csiszár tanárúrral, hogy mit tanítanánk sztohasztikán belül. És akkor rám bíztak néhány dolgot, többek között a tövváltót. Érdekes, a tövváltó statisztikát azt előbb összeállítottam annak az anyagát. Az alapstatisztikát azt a Győrfi tanárurék állították össze, de aztán valahogy az is átkerült hozzánk. Tehát ez nekem nagyon érdekes volt, de már akkor, amikor ide hívott a Székely Gábor, akkor ő már ezt kilátásba helyezte, hogy itt lesz matematikai intézet, és hát lehet statisztikát tanítani, mert eleinte tényleg csak ilyen kalkulus gyakorlatokat vezettem, de ő mondta, hogy vannak ilyen törekvések, és végülis azt hiszem a Schmidt Tamás alapította, Schmidt Tamás professzora az intézetet, de az első igazgató az pedig ugye a Szász tanár úr lett. Tehát ez egy nagy lehetőség volt nekem, hogy lehet statisztikát tanítani, és hát ezt én komolyan is vettem, olyannyira, hogy a Krámli Andrással, aki egy Wolfstock is kollégám volt, de ő aztán Szegedre ment el tanítani, írtunk egy tankönyvet, statisztikai következtetések elmélete címmel, és igazából az első feléből tanítottuk először az 5 éves képzésben
a matematikai statisztikát ő Szegeden, én itt, de aztán kiderült, hogy ELTE-n is máshol is használják, és a második része volt a többváltozó statisztika, amit most MSZ-éseknek. És bocsánat, említett egy könyvet, a statisztikai következtetéseket, és abban van egy nagyon szép idézet, hogy a matematikai statisztika feladata az, hogy megmutassa, hogy milyen körülmények uralkodnak, hogyan viselkedjünk véletlen körülmények között. És ezt szerettem volna megkérdezni erről a véleményét, hogy ön szerint a világ valóban véletlenszerűen épül fel, vagy van benne valamilyen meghatározottság? Szóval statisztikai adatokkal akár egy embernek az élete behatárolható-e? Hát vannak törvényszerűségei a véletlennek. Tehát a folyamatok véletlenek, de szerencsére vannak a nagyszámok törvényei, centrális határozástétek. Tehát sok ismétlődés folyamán vannak törvényszerűségek. És igen, végül is ezt használja a statisztika. Na most ahhoz nagyszámú megfigyelés kell. Ugye a statisztika nem egy olyan tudomány, amit az ókorban is műveltek volna, mert nem voltak tömegjelenségek. Ez kimondottan a kapitalizmusban volt, hogy feljegyeztek, mit tudom én, terméshozamokat, és a biometriában akkor még ugye nem volt DNS, vagy még vérvizsgálat se, de arra alapoztak, hogy sok megfigyelést végeztek, és abból próbáltak levonni következtetéseket. Igen, és hogyha a statisztikára nem úgy tekintünk, mint egy leíró tudományra, hanem valamilyen filozófiai vonatkoztatást is adunk hozzá, akkor a világunk az ilyen véletlenekből tevődik össze, hogy ugye Einstein is megfogalmazta, hogy Isten nem kockázik, vagy előre ténylegesen valami meghatározottság van benne, amit csak a statisztika kinyer belőle információt. Hát előre nincs meghatározottság, de szóval fel kell térképezni a véletlen. Tehát a statisztika az igazából a valószínűség számításon alapul. Tehát kell látni, hogy milyen eloszlásról van szó, milyen modell, vagy legalábbis körülbelül. Vannak benne ismeretlen paraméterek. Tehát ezek a becslési módszerek, meg a hipotézis vizsgálat, ez mind a véletlen jelenségeken alapul. És minél többet tudva a véletlen jelenség természetéről, tudunk mondani bizonyos valószínűséggel következtetéseket, hogy bizonyos valószínűséggel, amiért általában jó, ha nagy, ilyen is olyan tartományba esik a paraméter, vagy ilyen is olyan tartományba várható valaminek az eredménye, de ehhez kellenek előzetes megfigyelések is. Tehát kell valamennyire ismerni a valószínűségi modellt, vagy hát erre is lehet ugye hipotéziseket vizsgálni, hogy milyen eloszlásból származnak az adatok. Nagyon sok esetben a Gauss eloszlás jön be, mert hát a centrális határeloszlás tétel értelmében sok ilyen azonos eloszlású valószínűségi változó eredője közel normális. Tehát biológiában nagyon sok normális eloszlású modell van, bár a mai, tehát különösen, hogy vannak ezek a nagy hálózatok, a diszkrét modellek, tehát a nagyméretű diszkrét modellek is előtérbe kerültek, ami inkább a kombinatórika gráfelmélet feladata, de hát ott is vannak véletlen gráfmodellek, és azokon is folynak statisztikai vizsgálatok. Mint például, ahogy egy hasonló járványt, mint most mondjuk a koronavírus járványt mondjuk modellezni szeretnénk, ehhez hasonló modelleket építenek fel? Hát az egy kicsit inkább differenciál egyenletek körébe tartozik. Tehát megfelelő kezdeti feltételek, meg konstansok, mint ez a rekombinációs arány ismeretében, azzal pontosabb előrejelzés. De ami ezeket a kezdeti értékeket meghatározza, azt valahogy a statisztika adja. Persze, ezeket tehát az nagyon értékeket. Sok becslés. Hát tavaly nyáron, igen, ezt akartam is mondani, hogy, illetve itt még előzőleg beszélgetve mondtam is, hogy tavaly nyáron és most nyáron is vezetek egy ilyen undergraduate research kurzus, tehát amerikai
BSC-s diákoknak adunk olyan témákat, amik megoldatlan problémákhoz kapcsolódnak, de igazából az ő eszközeik elégségesek ahhoz, hogy megoldják, vagy legalábbis valamilyen kisebb szimulációt, kísérletet, algoritmust csinálnak rá. És akkor tavaly nyáron adódott ez a úgynevezett COVID gráf, tehát egy ilyen bészhálót, egy irányított gráfot építettek amerikai adatok alapján. De az adatok nem, tehát nem mérésekre, hanem inkább olyan megfigyelésekre alapultak, hogy különböző rétegekből, korosztályokból és különböző ilyen állami intézkedések hatására, hol milyen arányú volt a megbetegedés, és aki megbetegedett, az annál milyen súlyosságú volt, és így tovább. Tehát voltak ilyen epidemiológiai adatok, és hát feltételes valószínűségek számolásával, meg ilyen úgynevezett evidenciák beépítésével tudtak előrejelzést adni. Tehát például, ha betáplálták a programjukba azt, hogy jön valaki, aki egy, mit tudom én, 25 éves, egyedülálló, és azért szocializál valamennyire, és nem tudom én milyen részén lakik az államoknak, arra jött egy valószínűség, hogy ilyen valószínűséggel fog megbetegedni, és ha igen, súlyosan, és így tovább. Tehát ezt két diák csinálta, nagyon szorgalmasan összegyűjtöttek adatokat, és meg is jelent a cikkük egy ilyen undergraduate research újságban azóta. Elég sokáig bírálták, mert szóval sok minden leállt Amerikába, úgy tűnt, hogy nem foglalkoznak a cikknek a szerkesztésével, de aztán megjelent mostanra. Hát most már aztán van oltás, úgyhogy ez már annyira ez a valószínűségek előre jelzése nem fontos. És ezen a nyáron pedig idősorokhoz kapcsolódott, tehát ilyen kauzális vektor-autoregresszióval foglalkozunk. Majd mindjárt kitérek el, nem akarok nagyon képleteket mondani, de ahhoz mondanék valamit. Tehát okságot és időt szeretnénk valahogyan összekapcsolni, de nekem erre van egy elképzelésem már, hát nem is teljesen új, tehát igazából ismert modelleket, ez a vektor-autoregresszió ismert modell, csak eddig nem vittek bele kauzalitást, tehát ez már felvetődött a doktoranduszokkal is, csak ők most már más vonalon vannak, és gondoltam, hogy van néhány apró probléma, amit az amerikai diákok megoldanak. És valóban hetente kétszer, ez egész július végéig fog tartani, és akkor be kell számolniuk nekik erről, hogy mire jutottak. Hetente kétszer találkozunk Zoomba, és közben ők párokba dolgoznak. Hát éppen meséltem, egyik párról nem vagyok megelégedve, de két pár az jól dolgozik. És igen, szóval vannak ilyen apró bosszúságok. De ehhez úgy jutottam, hogy én 10 éve tanítok statisztikát bizonyos fél években, általában minden második fél évben a Budapest Semester of Mathematics-ben. Ez egy, tehát még volt főnököm, a Székelyi Gábor is volt ennek igazgatója, és igazából ez a Lovász László, Babai László és még az Erdős Pál által népszerűsített kurzus volt. Tehát Amerikában és általában külföldön elég nagy respektje van a magyarországi matematikának. Különösen inkább a kombinatórika gráfelmélet, ami egy ilyen magyar specialitásnak számít. És Amerikában ezt hirdetik undergraduate diákoknak, hogy egy fél évet itt tölthetnek, de igazából szóval ugyanúgy kapnak krediteket, mintha ott lennének, ösztöndíjat kapnak rá, pályázniuk kell, tehát tényleg a legtehetségesebb diákok jönnek ide. És ez körülbelül 10 éve volt, hogy indul statisztika
tárgy is ott, mert inkább addig mondom kombinatórika, gráfelmélet, meg elméleti dolgokat tanultak. Na most a statisztikához nekem előírták, hogy egy amerikai tankönyvet kell, a Bhattacharya Johnson könyvet tanítanom, tehát ott korán se tudtam azt megtanítani, mint ami a Krámli Andrással közös könyvünkben van, de sok alkalmazási példát csináltunk, tehát hasznos volt nekem. A hipotézis vizsgálatokat ilyen filozofikusan vezették be, és ezek nekem hasznosak voltak, és tehát voltak rá jelentkező diákok, és részben közülük kerültek ki ezek, akik később ilyen research kurzusra jelentkeztek. Előtte pedig majdnem tíz évig tanítottam a CEU-ban is statisztikát, tehát az se folyamatosan, csak egy-egy fél éven különböző felállásban. Először egy általánosat kellett, akkor olyat, amire nem csak matematikusok, hanem hát általában kevés diák volt, de voltak ott politológiát, közgazdaságtan tanulók, akik szintén felvettek statisztikát, nekik kicsit másképp kellett. Aztán ez egyre kaotikusabb lett, akkor szétválasztották ott is a több változó statisztikát, meg az általános matematikai statisztikát, hát aztán ugye az megszűnt. Nem csak azzal, hogy most már a matematika department az nem is ment el Bécsbe, de nem csak azzal szűnt meg, hanem valahogy ez így a 2010-es évek elejétől már nem nagyon tanítottam ott, és viszont akkor szóltak, hogy a BSM-be, a Budapest Semester of Mathematics programba lehetne tanítani. És ugye most, hogy ilyen programok vannak kiírva, és hogy úgy tűnik, hogy maga a világ elkezdett figyelni a statisztikára és a sztohasztikára, de ön mit gondol róla? Milyen szerepe van most a mai tudományos társadalomban, illetve a világ szerepében a statisztikának? Tehát itt külön kell választani azért a leíró statisztikát. Tehát sokan azt gondolják, hogy a statisztikus az csak összead számokat, meg számoszokat. És valóban van is olyan, tehát amit, mit tudom én, közgázon vagy még orvosin is tanítanak statisztikát, azt hiszem biometria néven. Az csak olyan, hogy vannak képletek, és akkor azokat kell alkalmazni. Ott nem is valváltozókat használnak, csak kis x-ek vannak. Hát tényleg azok a mérések, de mi úgy tanítjuk, hogy azok valváltozók a véletlen adja a kezünkbe a mintát, holnap valószínű más megfigyelések lennének, de azért, ha nagy a megfigyelések száma, nagyjából azokat a törvényszerűségeket lehet levonni belőlük. Tehát amit én fontosnak tartok inkább, hogy igen, népszerű az adattudomány is, itt írta is, tehát hát mi is a BSC szinten tanítunk ugye adattudományt, azt nem én csinálom, de azon a sávon levők azok tanulnak több statisztikát, tehát statisztika kettőt is, viszont szerintem az nem elégséges, hogy csak ismert módszereket alkalmazunk különböző adatokra. Az is jó, hasznos, vagy pláne az lehet hasznos, hogy különböző módszereket összehasonlítunk, vagy többféle adatrendszeren kipróbálunk, de ami engem érdekel az, hogy új módszereket fejleszteni. Tehát nem azt mondom, hogy gyökerestől újat, de vannak problémák, amikre nem elégségesek a meglévők. Tehát én azért elég sok ilyen elsősorban matrix elméletet használó módszert dolgoztam ki. Tehát például a korrespondencia analízisbe ezt általánosabban tudjuk csinálni, mint annak idején ott a francia konferenciákon hallottam, illetve hát a hálózatok, gráfok, vagy kontingenciótáblák klaszterezésére is mondok olyan módszereket, tehát erről szól ez a spektrál klaszteringen, tehát ez a spektrális klaszterezés könyv, amiből tartottam egy kurzust is ősszel. Tehát ez is kérdés volt, hogy,
hogy nem unom-e a tanítást, de nem unom, mert vannak új tárgyak. Tehát mindig igyekszem, vagy ha nem is új a tárgy, belevinni valami újat, de például ősszel ez egy új tárgyként, hát választható tárgyként lett bevezetve, és tanítottam ősszel a stacionárius idősorokat is. Tehát általában úgy vagyok vele, hogy első két fél évben, mikor tanítom, akkor még nekem is érdekes, hogy tényleg mi jön ki belőle, és ugye harmadik, negyedik fél évre akkor így kialakul. Utána tényleg van olyan, hogy már egy kicsit unalmas, de akkor megpróbálok valami újat belevinni, vagy akkor már más tanítok. Szóval, hogy van új azért a nap alatt, és vannak új módszerek, és ezekre van igény is, és szóval nem igaz, hogy mindenre csak a meglévő. Tehát vannak programcsomagok is, de nem igaz, hogy minden problémára csak azokat kell alkalmazni, hanem nem csak fejleszteni kell új módszereket, hanem azoknak elméleti megalapozását is adni. Tehát a spektrálklaszterezős könyvemben vannak tételek, hogy a saját értékekbe való elválás hogyan garantálja a vágás, tehát a gráfelméleti szempontból ritka vágásokat, és így tovább. Mindjárt erről mondok néhány szót, hogy szakszerű legyen. Akkor ezek szerint ez egy... akár egy az itteni matematikai intézet, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek is egy elvárás lehetne, hogy ne csak a módszereket tanítsák meg, hanem igenis tanítsák meg, hogy hogyan lehet módszereket kitalálni. Igen, de én próbálom erre sarkalni a hallgatókat. Hát születnek is ilyen, mondjuk szakdolgozat szinten nem, de diplomamunkában volt olyan diák, aki dolgozott új módszereket, sőt most a két... doktoranduszom, hát az egyiptomi kislány ilyen stipendium hungaricum programon van, ő igazából már végzett is, tehát a házi védése megvolt, és őtől sokat tanultam, ugyanis ő Egyiptomban az ottani amerikai egyetemen meg egy állami intézetnél is demográfiai adatokon dolgozik. Tehát ez egy érdekes kérdés ugye az ottani problémák megoldására, hogy fel kell térképezni, igenis, hogy különböző tényezők hogyan hatnak a, mit tudom én, gyerekszámra, gyerekhalandóságra is. Egyebekre, és neki erre rengeteg adata volt, és hozott módszereket is, de hát azok valahogy nem tűntek elégségesnek, és hát az ő tézisei azok e körül forognak, hogy hogyan lehetne részben a meglévő módszereket továbbfejleszteni, összekapcsolni, illetve dolgoztunk ki egy Kálmán szűrésen alapuló algoritmust is, amit a úgynevezett strukturális egyenleteire jól működött. A másik doktoranduszon pedig ő még nem végzett, ővel egy ilyen, tehát írtunk egy cikket arról, hogy hogyan lehet úgynevezett láncgráfokon előrejelzést végezni. Ugyanis a grafikus modellek, hát ez egy tehát vannak az életemben ilyen visszatérő témák, tehát a Stuckey-ból sok minden témával találkoztam. Még meg kell említeni a Krámli Andrást úgy is, mint a könyvtárszerzőjét, hanem a Stuckey-ban ők egy másik főosztály, statisztika osztályán voltak, de velük tartottunk közös szemináriumokat, tehát sokat dolgoztunk, és én onnan ismerem igazából a Fried Katalin tanárnőt is, akivel szintén voltak közös cikkeink, és őtőle sokat tanultam gráfelméletben. Tehát még a Stuckey-ban meg akartuk érteni a grafikus modelleket. Azok akkoriban voltak felfejlődőben. Csak mondom, nem volt rá valahogyan idő, és ez abban maradt. És most a másik doktoranduszommal, a Baranyi Mátéval vettük elő ezeket,
és a nagyjából sikerült is felgöngyölíteni már azóta született újabb eredményeket is, és akkor láttuk, hogy a láncgráfok azok sokkal életszerűbbek. Tehát nem csak az, hogy van egy bészháló, vagy egy ilyen irányítatlan grafikus modell. Tehát ezek olyan modellek, hogy a gráf csak reprezentálja az együttes eloszlást, de igazából a adatrendszer a fontos. És akkor valahogyan a változókhoz tartoznak a csúcsok, és a változók közti feltételes függetlenség alapján építjük a gráfot. De azon túl, hogy építeni akarjuk a gráfot, mi még előre is akarunk jelezni. Tehát különösen, ha Gauss megfigyelések vannak, akkor ez lehetséges. Regressziószerű módszerekkel, csak nem mindegy, hogy mik a prediktorok. Azok tulajdonképpen minden lépésben változnak. Ez a szemlélet, ez részben az egyiptomi adatokból, meg a strukturális egyenletekből is jött, de szóval kidolgoztunk egy ilyen iterált, feltételes, várható érték képzésmódszert, nem csak Gauss adatokra, hanem vegyes típusokra is, tehát nem paraméteres, még a Györfi tanár úr nem paraméteres módszerek könyvét is, ből is hát vettünk ötleteket hozzá, és így előre tudunk jelezni a úgynevezett kontextus változók alapján, tehát mit tudom én, Egyiptomban megnézik, hogy valakinek milyen a háttere, pénzügyi helyzete, életkora, iskolázottsága, és ennek alapján hát tudunk persze bizonyos valószínűséggel előrejelzéseket csinálni. És ennek is van egy szomorú vonatkozása sajnos, ugyanis írtunk egy, tehát ez a cikk, ez egy konferencia kapcsán jelent meg a Econometrics and Statistics újságban, de írtunk egy ilyen survey cikket is, amiben igazából csak előrevetítjük ezt, és áttekintjük a grafikus modelleket, és arra gondoltunk, hogy mivel a Krámli Andrással néztük ezt először, hogy a 75. születésnapjára őt meglepjük egy ilyen survey cikkel, és mikor 75 éves volt, meg is volt a cikk, de valahogy még nem volt teljesen kész, tehát a Szegedi Aktának akartuk leadni, és ő még olvasta is. És mire megjelent a cikk, sajnos ő már nem élt. Méghozzá COVID-szerű tünetekbe halt bele egy hét alatt. Tehát ez 19 elején volt, tehát akkor még nem volt itt a járvány. Valahogy kétoldali tüdőgyulladással kórházba került, intenzív osztály, minden is nem tudtak rajta. Lehet, hogyha akkor rá vannak állva, hogy lélegeztetőgépek vannak, vagy nem tudom, akkor segítettek volna rajta. És akkor hát végül is az emlékére jelent meg, mert akkoriban fogadta el az akta. A spektrális klaszterezésről tudunk egy kicsit beszélni? Mert igen, igazából az majdnem az a téma, ami majdnem végig, tehát azzal foglalkoztam igazából a leghosszabb ideig, és ebből volt született a nagy doktori értekezésem is. Na most a spektrális klaszterezéshez, vagy a CSL adatokon keresztül jöttem, ugyanis a CSL Endrének szükség volt sokszor nem átfedő klaszterekre, szindrómák megállapítására, stb. Ilyen bináris megfigyelések alapján, hogy bizonyos rendellenességek jelen voltak-e, vagy nem az újszülöttől, és a Tusnádi Gáborról mi mindenféle ilyen mátrixokat számoltunk az ő adatain. És a Stakiban voltak szemináriumok, ahol be kellett róla számolni, mit csinálunk, és egy ilyen szeminárium után a Prékopa András és a Juhász Ferenc, aki véletlen gráfokkal foglalkozott ott, ők szóltak nekem, hogy ez nagyon hasonlít ez a mátrix, amit én használok, a gráfoknak a Laplace mátrixára. És akkor hát az utána néztem, és rájöttem, hogy tényleg, csak mi általánosabban a hipergráfokra nézzük, és nem csak két klasztert tudunk meghatározni, mint a Fiedler vektor alapján szoktak, hanem több klasztert is. És ehhez az igazi lökést igazából a Hajnal András adta, hogy ezzel foglalkozzak, mert
akkor én mondom, aspiráns voltam a Rényi Intézetben, és a Hajnal András volt akkor a Rényi Intézet igazgatója, 80-as évek végén. És ő hirtelen hívatta ott nem csak engem, hanem az összes aspiráns, hogy számoljanak be róla, hogy de nem felkészülése volt, hanem be kellett számolni neki, hogy mit csinálunk, illetve mondta, hogy vigyünk előkészületbe levő dolgokat, preprinteket, és akkor én ott vittem neki egy csomó preprintet, ami, hát ilyen cikkek voltak, hogy orvosokkal, pszichológusokkal, Szerzelendrel, minden, és akkor ő egyszerűen is félre söpörte azokat. Azt mondta, hogy én ne ezzel fogsz, hogy ez nem igazi matematika, hogy miért nem csinálom inkább a hipergráfoknak a spektrumát. Ugyanis abból volt már akkor egy preprint, csak egy ilyen Rényi Intézetbeli preprint, hogy abban nagyon sok lehetőség van, elmélet, stb. És hát szóval meg is mondta nekem, hogy én soha nem leszek kandidátus vagy nagy doktor, hogyha én csak ilyen cikkeket írok a orvosok. És végül is igaza volt. Tehát rájöttem, és egy kicsit annak meg örültem, hogy feltételezte rólam végül is valamennyire, hogy én ezt tudom csinálni, és akkor elhatároztam, na akkor mentem el végleg a Stokiból, elhatároztam, hogy akkor én tényleg a gráfspektrumokkal foglalkozom, és ebben nagyon sokat segített az az egy év, amit a Rutgers Egyetemen voltam. Angolság szempontjából nem sokat fejlődtem, mert nagyon sok magyar volt. Ugye ott volt a Prékopa András, nagyon gyakran a Lovász László Princetonban volt, de voltak ilyen közös szemináriumok. Tehát gyakorlatilag, és ott volt nagy könyvtár, ahol utána tudtam nézni friss cikkeket, azt akiba elég nehéz volt elérni, és igazából akkor hát szedtem össze azokat az ismereteket, ami végül is ehhez a könyvhöz is kellett. Na most akkor sajnos a 90-es években éppen, mert ide kerültem, és akkor ugye volt, hogy intézetszervező statisztika tárgyokat kell összeállítani, plusz még volt egy, a Mihalecki Györgyel az ELTE-ről volt egy OTKA projektünk dinamikus faktoranalízisről, ami aztán visszatért megint az idősoroknál, de akkor azokkal voltam elfoglalva is, akkor valahogy elhanyagoltam ezt a spektrális klaszterezést, és az a ezredforduló körül volt, hogy valahogy ez egy ilyen divatos témává váltak a hálózatok, tehát egyfelől akkor született ez az Albert Réka, Barabási Albert László féle modell, ami nem pontosan ez, de az Erdős-Rényi gráfnál egy általánosabb véletlen gráfmodell, akkor a Lovász László, Szegedi Balázs és még néhány társszerzőjük, ők gráfok konvergenciáját vizsgálták, tesztelhető gráfparaméterek, ami tulajdonképpen ilyen konzisztens becslésről szól, olyan mennyiségekre, mint például a maximális vágás, de rájöttünk, hogy bizonyos feltételek mellett a minimális vágás is ilyen, tehát hogy nagyba kell vizsgálni ezeket a dolgokat, és akkor került előtérbe a Szemerédi lemma. A Szemerédi Endre, ugye ő Abel-díjat kapott 12-ben vagy 13-ban, és ő is a Rutgersen volt annak idején, tehát ő neki állandó állása volt akkor ott, és a lemmája az még a 70-es évek közepéről való, de valahogy a gráfkonvergenciák kapcsán került előtérbe. Ugyanis az ő lemmája azt mondja ki, hogy akármilyen nagy gráfnál adott epsilonhoz meg tud mondani egy olyan k-t, ami független a csúcsok számától, hogy annyi részre vágva a gráfot, a egyes részek közötti élsűrűségek azok nagyjából homogének. Tehát, hogy bármilyen nagy gráf particionálható véges sok részre, ami csak a becslési pontosságtól függ, és nem függ a csúcsok számától. Na most én ezen gondolkoztam akkor, hogy nekünk ez kellene csak végesbe. Ugye az a K, ami a Szemerédi lemmában van, az valami iszonyú nagy, valami kettő, az egy per epsilon, az egy per epsilonodikon, és így tovább. Az epsilon az nagyon kicsi lehet. Tehát, hogy nekünk ez kellene, hogy rögzített K-ra
nem epsilon pontossággal, de hogy milyen pontossággal lehet rögzített káról úgy kárészre bontani a gráfnak a csúcsait, hogy az egyes részek közötti élsűrűség homogén legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van két ilyen alapklaszter, akkor az azok közötti élsűrűséget azt lehet jellemezni kisebb részek között futókkal. Tehát, hogy például a szociális hálózatokban olyan csoportok, hogy a csoport tagjainak a kisebb részei is ugyanúgy kommunikálnak egymással. Tehát, hogy az élsűrűség homogén, aminek speciális esete az, hogy minimális vágást keresünk. Tehát eleinte azt kerestük, hogy hogy lehet kárészre bontani úgy, hogy a belső klaszterek belső élsűrűsége nagy legyen, és a köztes legyen ritka. Aztán vannak játékelméletben olyan modellek is, ahol éppen ilyen viszonylag üres részhalmazokat keresnek, hogy a köztük levő élsűrűség legyen gyakori. És ennél általánosabb ez a úgynevezett reguláris klaszterpár, ez a Szemerédi lemmában is így van nevezve, tehát hogy a klaszterpárok regulárisan viselkedjenek. Sőt, rájöttem, hogy ezt nem csak a gráfokra lehet csinálni, hanem például mikroerékre is. Azok ugye ilyen, hát a géntérképeknek a elterjedésével kezdték ezeket vizsgálni, tehát ezek ilyen téglalaptömbök, amiknél a sorok a géneknek felelnek meg, rengeteg gén van, az oszlopok pedig feltételeknek. És akkor az elemek azok azt nézik, hogy milyen gén, milyen mértékben van kifejezve a különböző feltételek mellett. Tehát ez lehet bináris, hogy vagy van, ki van fejezve, vagy nem. Ugyanis kiderült, hogy nincs, tehát genetikailag azonosak vagyunk minden sejtünkben, de nincs minden sejtben minden gén egyformán kifejezve. Tehát ezen nagyon sok minden múlik, hogy milyen gének vannak kifejezve, és ezt valamilyen biokémiai módszerekkel mérni is tudják. Tehát egy nem negatív valós számmal is tudják mérni annak a mértékét, hogy egy gén ki van fejezve egy feltétel mellett, és akkor a biológusok célja az, hogy a géneknek is találjanak homogén csoportjait, meg a feltételeknek is, úgy, hogy az egy csoportba tartozó gének azonosan befolyásolják az egyes feltételeket. Nem feltétlen kis vagy nagy intenzitással, de valahogy azonos intenzitással, és akkor ezek a módszerek, amikre sikerült tételeket belátnom, ezek tetszőleges, nem negatív elemű téglalaptömbre is igazak. Persze vannak feltételek, hogy a kis fogszámú csúcsokat el kell hagyni, vagy azoktól eltekintve találunk klasztereket, és akkor még tehát annak idején egy Michael Newman nevű fizikus, a Physical Reviews ebbe nagyon érdekes cikkeket írt szociális hálózatokkal kapcsolatban, és ő bevezette az úgynevezett modularitás mátrix fogalmát, amit ő egész másra használt, de én nagyon jól tudtam használni a diszkrepancia becslésére. Tehát igazából ez a mátrix volt az, aminek a saját értékei, hát valahogy normálban van, mínusz egy, plusz egy közé esnek, és akkor a nagy abszolút értékűeket kell venni, és valahogy a káodik legnagyobb segítségével, annak egy monoton függvénye segítségével a úgynevezett kárészes diszkrepanciát tudtam becsülni, sőt fordítva is a kárészes diszkrepanciát ezzel, plusz még tehát hogyha azt kellett nézni, hogy hol van az elválás, tehát hogyha a káodik saját érték után van egy nagyobb ugrás, akkor az addigiakhoz tartozó saját vektorok alapján legyártottuk a csúcsok reprezentánsait, és azokra a k-középmódszert alkalmaztuk, és annak a célfüggvény értéke, az úgynevezett k-variancia, az szintén belépett a k-részes diszkrepancia becslésébe. Tehát összességében, amit a nagy doktori dolgozatomban tárgyaltam, sikerült belátnom, hogy bizonyos tulajdonságok ekvivalensek. Tehát az, hogy k ilyen viszonylag homogén részre osztható a gráf, az
közel ekvivalens azzal, hogy ennek a normált moduralitás mátrixnak van K mínusz egy kiugró saját értéke, a triviális egyet azt elhagyjuk, hogy a saját vektorok jól klasztereződnek, és hogy a diszkrepanciákban van egy nagy ugrás. Tehát ez valahogy így sikerült tételek, és nagyon hát elég bonyolult becslésekkel megállapítani. Ez egy kicsit hasonló ahhoz, amit a Lovász László és a Tésos Verának van egy cikke a 2000-es évek elejéről, a úgynevezett kvázirandom gráfokról, de a több osztályosokról. Tehát a kvázirandom gráfok azok nem véletlenek, de úgy viselkednek. Tehát, tehát determinisztikusan le lehet generálni őket, de mégis a tulajdonságaik a véletlen gráfokéra emlékeztetnek, és ők ilyeneket több csúcsosztály esetén is vizsgáltak. Az élsűrűség szempontjából, meg a fogszámuk szempontjából, de én nekem sikerült valahogy karakterizálni ezeket ezekkel a saját értékkel, saját vektorokkal is, és ez igazából egy algoritmust is ad, hogy nem egy szörnyű nagykával, de valahogy a spektrumbeli résnél vágva a saját vektorok segítségével lehet klasztereket keresni, amik diszkrepancia szempontjából is hát közel jó klaszteresítést adnak. Tehát ezek mind ilyen becsések, és ezeket lehet a téglalap tömbökre is használni. És akkor ezzel igazából én ezt Levánnak is gondoltam, és előtérben kerültek az idősorok. Ez szintén egy ilyen elvarrotlan szál volt. A Stokiban voltak e körül szemináriumok, sőt az országos tervhivatallal is dolgoztunk együtt ilyen dinamikus faktormodelleken, ami stacionárius, tehát időben homogén, de többdimenziós, egymással összefüggő komponensű idősorokra vonatkozott. Tehát például, mint pénzügyi idősorok, a különböző árfolyamok nyilván kapcsolatban vannak, és a következő napit az előző napi, vagy előző néhány napi befolyásolja. És így tovább. És adódott egy pályázat, amiben igazából a Lewandowski János professzor hívott meg bennünket. Ez 3 éve volt, és ők mesterséges intelligencia címen indítottak egy ilyen felsőoktatási kiválósági projektet, amiben mi egy idősoros alprojektbe kerültünk bele. És hát engem bízott meg, dolgozzunk ki erre tematikát, és egyáltalán vonjak be embereket. És hát bevontam a doktoranduszomat, dolgoztak a Molontai Rolanték is benne, ők inkább a mesterséges intelligencia részen, de rájöttem, hogy idősorokban azért annyira nem vagyunk jók, és akkor szóltam a Szabados Tamás kollégámnak, aki nagyon jól ért ilyen komplex analízishez, és világos volt, hogy nem csak az időtartományba kell dolgozni, hanem nagyon sokszor át kell menni a frekvenciatartományba. Tehát van egy ilyen Fourier inverse, Fourier transformáció, az autokovarianciák sorozata és az úgynevezett spektrálsűrűség mátrix között. És hát akkor mi elkezdtünk utána nézni, sőt, akkor még élt a Krámli András is, és ő nagyon sokat tudott régebben ezekről, mert ő valahogy dolgozott ezen az Arató Mátyással, sőt, ő a Sinájnak volt az aspiránsa még Moszkvában régebben, és Kolmogorovot is ismerte. Na most ő már sok mindenre nem emlékezett idősorokból, és ezek a modern könyvek meg nem mondták el tulajdonképpen az eredeti elméletet jól, és akkor a Krámli András mondta, hogy nézzünk utána Kolmogorov és Rozanov cikkeinek. Hát először oroszul tudtuk csak megtalálni őket, és akkor aztán később volt egy részüknek angol nyelvű fordítása, és azokból tényleg nagyon sok minden kiderült. Plusz még én elhozattam, az is kalandos úton ide került Uppsalából a Hermann Wold, nem a Wold Ábrahám, hanem Hermann Wold nevű statisztikus, aki a
a grafikus modellekről is ismert későbbiekben, de neki eredeti PhD dolgozata az az úgynevezett volt felbontás definiálta, ami éppen arról szól, hogy mikor szinguláris és mikor reguláris egy idősor. És a szinguláris az, ami determinisztikus. Tehát, hogy véletlennek tűnik, de a jövő az előrejelezhető a múlt alapján. Már a tiszta szinguláris. Na most az az idősor jó, amiben van egy reguláris rész is, mert valahogy az hajtja előre, abban van a véletlenség. Tehát azok jelezhetők előre. És akkor, de persze ez több dimenzióban bonyolultabb, tehát ezt sikerült karakterizálnunk, de még úgy, hogy még a Krámli Andrással erről még halál előtt 2 héttel is beszélgettünk, és akkor még nem tudtuk, de valahogy utána nyáron vált ez tisztává. Kiderült, hogy a nagy Wiener, a Norbert Wiener is foglalkozott ezzel, és volt egy Wiener Masszáni cikk, szóval a Szabados Tamással ezeket feldolgoztuk, és ilyen módon mi olyan könyvet, hát rengeteg könyv van idősorokból, de mi olyat írtunk, hogy ez, tehát e köré az elképzelés köré van fölépítve, hogy mikor jelezhető előre, és ha igen, akkor az időtartományba adunk is konkrét módszereket, meg szóval a legvégén még 2 új cikk is született belőle, azok csak mostanában jelentek meg, mert mi is valahogy jobban átláttuk az egészet, és valahogy sikerült több dimenzióba az időtartománybeli saját értékek és a frekvenciatartománybeli úgynevezett spektrum között egy ilyen aszimptotikus relációt találni, tehát ha elég hosszú az idősor. És erről egy tételünk, és ezt a tételt a Baranyi Mátéval használtuk is ilyen dinamikus főkomponenseknek a keresésére. Tehát egybe arra is egy új módszert fejlesztettünk ki, amit meg egy Hunimat projektbe használtunk, ilyen orvosi medical sensor adatokra. Tehát sok mindent mérnek párhuzamosan is, hogy azokba találni ilyen közös faktorokat. És amivel most foglalkozom, ez most már tényleg csak a vége, hogy hogyan lehetne olyan modellt építeni és a paramétereit becsülni, ami idősorokra vonatkozik, sokdimenziós idősorokra, de az egyidejű, tehát például a mai árfolyamok között van egy ilyen kauzális kapcsolat, hogy valamelyik okozza a másikat, és így tovább. Tehát egy ilyen grafikus modellszerű rendszerbe. Viszont a régebbiek azok mind, tehát a tegnapi árfolyamok azok a mai összeset befolyásolják. De ugyanazon a napon esetleg valamilyen sorrendben, valamilyen prioritás, vagy nem tudom, földrajzi elhelyezkedés alapján, tehát most konkrétan vannak is erre adatok, amiket vizsgálunk, és a modell paraméterei, a grafikus modellt leírója az egy 3-szög mátrix, a többi az pedig olyan, mint ami a vektor-autoregressziós modellekben van, de valamilyen bonyolult blokkmátrix technikákkal ezeket tudjuk becsülni, ezeket a paramétereket, és akkor ezzel egyben kapunk egy megoldást, egy új megoldást a Joule-Volcker egyenletekre. A Joule-Volcker egyenletek azok tudják becsülni az a sima autoregresszív folyamatok többdimenziósnak a paramétereit, azonban ezzel a blokkmátrixos technikával, ami valószínű számítás igénye is kisebb, ezzel mellesleg vissza tudjuk kapni a Joule-Volcker egyenlet megoldásait is, ha nincs kauzalitás. Ha pedig van kauzalitás, akkor tudunk mondani úgynevezett ilyen path coefficient-öket, tehát mint egy ilyen parciális regressziós együttható, hogy melyik változó hogyan befolyásolja a másikat egyidejűleg, és akkor ezzel esetleg valami előrejelzést is készítenénk. Hát azt hiszem tulajdonképpen mindenről beszéltem.
Akkor köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sok sikert szeretnék kívánni a tanításhoz, illetve a kutatási témájához is. Köszönöm, még csak annyi, hogy ebben is a Kalinkó Katalint idézném, hogy neki mondta, hogy neki ez egy ilyen intellektuális öröm, ha egy cikket olvasz. Hogy ez, én tulajdonképpen szeretem ezt csinálni. A tanításnak vannak ilyen adminisztrációs oldalai, amik néha fárasztóak, de összességében véve én szeretek tanítani, és hát szeretek gondolkodni is problémákon. Tehát én remélem, hogy tudom még csinálni. Mondom, egy idős, fiatalabb is vagyok valamivel a Kalinkó Katalinnál, és ő is tele van tervekkel, hát ő ugye Nobel-díjas is lesz, tehát ő sokkal jobb nálam, de egyfajta vigasz, hogy még ennyi idős korban is lehet azért terveket csinálni, és hát remélem, hogy egy pár évig még tudom csinálni, befejezni a mostani doktoranduszokat, meg utána járni ezeknek a kérdéseknek. Mindig van valami újabb persze, hogyha valami lezárul, de hát teljesen nem lehet semmit sem. Ezt jó hallani, úgyhogy további sok sikert kívánunk hozzá. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, és szeressétek a matematikát.